Nagy szeretettel köszöntöm az Élmény Suli kedves nézőit. Az aktuális magazin műsorunkban folytatjuk jó szokásunkat, olyan intézményvezetőkkel fogunk beszélgetni, akik a mindennapokban tapasztalták meg a komplex alapprogram előnyeit, illetve hátrányait. A következő beszélgető partnerem nem más, mint Braun Péter, aki a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolát képviseli. 2018-ban vezették be a komplex alapprogramot, ami már nem most volt. Hogyan élte meg akkor ezt az iskola? Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy elmondhatom én is a tapasztalataimat. Valóban 2018-ban a pilot időszakában csatlakoztunk a programhoz. Nagyon megtetszett maga az alapkoncepciója a programnak. Ismerkedtünk mi már a KIP-el, de nem jutottunk el olyan fázisba, hogy be is vezettük volna. Úgyhogy gyakorlatilag az elsők között jelentkeztünk, hogy részesei lehessünk, és elsőként végeztük el a képzéseket is talán, még a 2018-as, 19-es tanévet megelőzően a nyár folyamán, és hát örömmel tapasztaltuk, hogy a vezetőtársaimmal, hogy a üres lapot kitéve gyakorlatilag a tantestület 100%-a vállalta azt, hogy a szabad idejében és még a szabadság ideje alatt a képzéseket elvégzi. És hát olyannyira jól sikerült, hogy a tantestületünk egyik kiváló tagja, Bodnárné Lóski Andrea azóta is képzőként működik most már közben a komplex alapprogrammal. Úgyhogy úgy vélem, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy belevágtunk ebbe. Ha megnézzük a dátumokat, akkor tényleg egy szép kis sor mintát lehet látni, tehát 18-ban egy csatlakozás, bevezetés, aztán 19-ban a kapocsiskola hálózat, 19-ben élménysuli cím, és 20-ban egy megújítás az élménysuli címnek, tehát mondhatjuk azt, hogy egy mintaiskoláról beszélünk Pétervására tekintetében. Mik voltak azok a fontos fordulópontok, amik elősegítették azt, hogy a bevezetés után ne essen ki az iskola ritmusból, a pedagógusok ne kezdjék el úgy csinálni, hogy jó, hát elvégeztük, akkor kell, de egyébként szép fokozatosan kiesni ebből a komplex alapprogramos mindennapokban, hanem azt lehet látni, hogy tényleg 2020-ig folyamatosan egy ilyen fejlődési tendenciát mutat az iskola. Tehát mik voltak ezek a fontos momentumok? Így van, tehát az elején azért nekünk is voltak kétségeink, mint gondolom minden iskolának. Van egyfajta sajátossága az mi intézményünknek, hiszen ugye a járás legnagyobb iskolája vagyunk, ez azzal is jár, hogy csaknem 400 gyereknek több mint a fele bejáró tanuló, és jelenleg is 15 településről járnak be az iskolába tanulók, és a délutáni idősávon például az alprogrami foglalkozásnak a megszervezése azért nem kis feladatot adott, pontosan amiatt, mert a gyerekek zöme buszokhoz volt kötve, vagy van kötve, és ezért vannak olyan gyerekek, akik már esetleg fél-háromkor el kell, hogy hagyják az iskolát, van, aki háromkor, fél-négykor, tehát itt a szervezéssel azért voltak eleinte, hát hogy mondjam, félelmeink, de aztán sikerült, tehát elég rugalmasan tudtuk adaptálni a programot, és elég rugalmasan tudtuk a magát megvalósítani ezeket az alprogrami foglalkozásokat is. Aztán valóban az STR és egyáltalán a szakmai támogató rendszernek a tagjai mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ne maradjunk magunkra, ne érezzük magunkat anyátlanul, úgyhogy bármilyen kérdésünk volt, bármiféle gonddal vagy problémával szembesültünk, mindig valami jó tanáccsal ki tudtak minket segíteni. És valóban, ahogy említetted, hogy egyfajta ívet járt be az iskola. Eleinte, hát az első évben mindjárt az oktatási hivatal is egy monitoring vizsgálatot tartott nálunk a program kapcsán. Ott is kaptunk egy pozitív megerősítést a szakemberektől, és aztán például egy gödöllői nagy általános iskola bejelentkezett egy szakmai napra, és az egész tantestületet elhozták, itt órákat mutattunk be. Majd magák, tehát ahogyan említettem a kolléganőnek a képzései is mind-mind pozitívan jelezték nekünk azt, hogy jó úton járunk. És valóban a kollégák is elhitték és hiszik azt, hogy ez egy járható út, és nagyon sok elemet felhasználnak ezekből a tanultakból és az elsajátított dolgokból az óráik során. Elképesztően jó ezeket a pozitív gondolatokat hallani. Majdnem minden mondatban benne volt a pozitív jelző. Viszont nekem lenne egy olyan kérdésem, amit sok esetben hallottam már, esetleg nem hivatalos fórumon, hanem találkoztam intézményvezetővel, pedagógussal, és négy szem közt beszélgettünk teljesen más minőségben, és akkor elmondták azt, hogy hát jó, de nekem nem mondják már meg, hiszen eddig is jól tanítottam. Ez egy nagyon erős, éles gondolat, amire elsőre nagyon nehéz bármit mondani, hiszen nem arról van szó, hogy most a komplex alapprogram azt mondja, hogy eddig rosszul tanítottál 30 év, és majd most jól fogsz, de sokan így értékelhetik, és megütötte a fülemet az a gondolat, hogy egy üres papír tele lett a tantestület 100%-ával. Miért?
Hát én úgy gondolom, hogy mi pedagógusok, tehát gondolom bármelyik tantestületről beszélhetünk, de én most csak a sajátomról beszélek. Tehát mind-mind arra vágyunk, hogy úgy tudjuk átadni azt a tudást a gyerekeknek, hogy valóban egy használható, kompetens tudással rendelkezzenek, amikor kikerülnek a kezünk közül, és folyamatos megújulásra van szükség. Tehát az alapvető dolog, és talán már közhelyszerű, hogy az oktatás elvárásai és a társadalmi elvárások évente változnak, és évente meg kell újulni. Tehát ha erre nincs meg a pedagógusban a hajlandóság, akkor sajnos valószínű, hogy el fog fáradni, és egy idő után nem lesz sikerélménye. És nekünk az a legfontosabb, és ezt többször hangsúlyoztam erre, hogy a gyerekeknek biztosítunk sikerélményt. És ezzel a programmal ez nyújtható számukra. Tehát tényleg a legelesettebbeket is akár, vagy a legszótlanabbakat, vagy a legvisszahúzódabbakat is tudtuk esetleg motiválni, vagy egy jó szóval biztatni, és talán már a következő órán már egy picit jobban részesévé vált a folyamatnak, a tanulás-tanítás folyamatának. Egy olyan intézményről beszélünk, akik tényleg az elejétől kezdve benne vannak a programban, van képző, volt már szakmai nap. A vírus helyzetet, hogyha általában nézzük, ugye az elmúlt egy évünk az abszolút kaotikus volt, az oktatás is, és felülír minden szabályt, ami történt. A komplex alapprogramnak voltak-e olyan elemei, és hogyha voltak, akkor mik voltak azok, amik mondjuk tudták segíteni ezt a nem egyszerű helyzetet? Hát egyből kiemelném az STR-t, tehát az elérhető online, vagy a felhőben elérhető tananyag minták, vagy óradvázat minták, ezek nagyon-nagyon hasznosak voltak. Illetve maga a komplex alapprogram koncepciója és a DFHT-s óráknak a szakmai része is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy akár az online térben is megvalósuljon az a együttműködés, az egyfajta program, ami a gyerekeket összetartotta, és erre nagyon-nagyon jó példákat tapasztaltunk, meg láttunk a kollégáktól, tehát nagyon-nagyon kreatívok a kollégáim, ezt hozzáteszem, és valóban, tehát tényleg egy nap alá téve azon dolgoztak azért az elmúlt egy évben, vagy hát most már többen is, hogy ezt a programot ezt végig tudjuk vinni, és hogy a gyerekeknek pedig, tehát a pandémiás időszak alatt is tudjuk azt a lehetőséget biztosítani, hogy éljenek vele, és akkor a tudásuk is gyarapodjon. Hogyha most elképzelünk egy olyan fórumot, ahol intézményvezetők vannak, akiknek a nagy része szkeptikus, és csak azért van, hogy mondjuk ott kell lennie, akkor intézményvezetőként, aki évek óta a komplex alapprogram zászlós hajójának az egyik tagja, mit lehet ilyenkor elmondani? Mik azok a, most hallottuk a pozitív dolgokat, de mégis azokat a kulcsszavakat, a hívószavak mik, amik már nem azt mutatják, hogy miért jó, hanem miért érdemes csatlakozni már rögtön az elejétől kezdve. Ahogyan említettem, tehát szerintem ez a megújulás az mindenképpen szükséges. Tehát a pedagógusoknak folyamatosan követni kell a gyerekeket, követni kell az elvárásokat, és elengedhetetlen a munkához az, hogy olyan korszerű tudással legyünk felvértezve, ami választ ad mondjuk a társadalmi elvárásokra, és akár a kor elvárásaira, lásd itt a pandémiás időszak. És tehát, hogyha végül is úgy döntenek, hogy nem is vezetik be, én azt javasolnám nekik, hogy próbálják ki. Tehát próbálják ki, menjenek el egy képzésre, nézzék meg, menjenek el egy olyan iskolából, ez már jól működik, lássák saját szemükkel, tapasztalják meg első kézből, és akkor dönthetnek még akkor is úgy, hogy köszönjük, nem. De én úgy vélem, hogy ha valóban olyan iskolába mennek el, ahol ez tényleg jól működik már évek óta, akkor ennek nem lesz ilyen kimenetele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát szeretnék. Köszönöm szépen, kíván. Viszont kívánok. Folytatjuk mai adásunkat, és formabontó a következő beszélgetésem, hiszen két vendégem is van, a Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza tagiskolája képviseletében Kömlőről. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Barta Robertét és Olály Tibor Bencét. A legelső kérdésem az lesz, hogy létezik-e olyan iskola, ahol élmény a tanulás? Igen, létezik, legalábbis ezen dolgozunk, és emiatt kapcsolódtunk be 2018-ban, tehát az első lehetséges alkalommal a mi tagintézményünk csatlakozott ehhez a komplex alapprogramhoz. A nevelőtestület nagy része abban egyetértett, hogy a hagyományos módszerekkel nem érjük el a kívánt eredményt. Akkorára világossá vált, hogy a lemorzsolódási mutatóink is elég rosszak, illetve az országos kompetencia mérési eredményeink is az országos átlagtól elmaradnak. Ahhoz, hogy motiváljuk a gyerekeket, és jobb eredményt érjünk el,
ehhez mindenképpen egy módszertani megújulásra, a komplex alapprogramnak egy intézményi szintű bevezetésére volt szükség. És akkor ugye a nevelőtestület nagy része ebben egyetértett, 100%-osan részt vettünk a képzéseken, együtt csináltuk végig a képzést. Utána azért nem volt ez felhőtlen ennek a bevezetése, hiszen voltak, akik támogatták a programot, voltak, akiknek voltak kételjeik, kételkedők, fontolva haladók, és voltak ellenállók is természetesen, akik már nyugdíj előtt álltak, és azt mondták, hogy ők már nem akarnak egy újabb módszertan bevezetni. De azon dolgoztunk, hogy a fiatal kollégákra, mint például Bence, és akik nagy kíváncsisággal vágtak bele ebbe az új módszertanba, ezeket a fiatal kollégákat, kreatív kollégákat támogatta, segítette az intézményvezetés is, és a szakmai támogatórendszer is. Bence igazgatóasszony megszólított már. Az első kérdés úgy hangzott, hogy van olyan iskola, ahol élmény a tanulás, a második számú kérdésem pedig, hogy van olyan iskola, ahol élmény a tanítás. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem minden iskolában van olyan pedagógus, akinek élmény a tanítás, és minden iskolában van olyan, akinek nem, sajnos. Viszont a komplex alapprogram az pont ezt, többek között ezt célozza meg. Ne csak a tanulóknak legyen élmény, hanem a tanár is kapjon egy olyan eszköztárat, amivel neki is élmény lehet. És már korábban elhangzott egy másik intézmény vezetővel kapcsolatban, hogy itt a tanár háttérbe szorul az órákon is, hogy ez hogyan nem érinti negatívan a pedagógust. Szerintem pont, hogy nem érinti negatívan, ugye a saját tapasztalatból is mondhatom, hogy nagyon is jó nézni azt, amikor már a gyerekek is kapcsolódni tudnak ehhez az órához, ehhez a módszertanhoz, a tanárnak is rutinosan megy, és szó szerint ebben az esetben annyi dolga van a pedagógusnak, hogy csak nézi a gyümölcsét lényegében a munkájának. Úgyhogy ez a program ez mindenképpen abban segít, hogy élmény lehessen annak is, akinek esetleg eddig nem volt. Annyiszor elhangzott már, hogy motivációt tudunk ezzel növelni, mind a pedagógus, mind a diák tekintetében. Hátrány kompenzációról van szó, odafigyelünk a személyre, a személyiségfejlődésre. De összességében az egész tulajdonképpen arról szól, hogy, és van egy ilyen gondolat, nem tudom, hogy ez létezhet-e, hogy mondjuk a diák az ne az iskola végét, hanem az iskola kezdetét várja. Tényleg létezhet az a dolog, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni? Élménysuli vagyunk, mi is második évvel nyertük el az élménysuli címet. Valóban családias légkör uralkodik az iskolában. Befogadó iskola vagyunk, ugye a tanulóinknak a 98%-a halmozott a hátrányos helyzetű, de nagyon elfogadó légkör veszi őket körül, tanulóbarát környezet. És igen, várják a tanítás kezdetét, kimondottan a kipes órákat, azt pedig különösen várják. Mikor lesz legközelebb ilyen óra? Ezt szokták kérdezgetni egy ilyen kipes óra után. És a pedagógusok hogyan viszonyulnak ehhez? Ugye beszéltük, hogy ez annyira szépen hangzik, tehát hogyha ez tényleg így van, és nyilván így van, ez olyan jó hallani, hogy a tanár, tanító, ő bizony, tényleg úgy éli ezt meg, hogy a munkájának a gyümölcse beérett. De mégis mik azok az elemek, azon kívül, hogy van egy ilyen dicsőség, van egy ilyen jó érzés, amik miatt mondjuk a mindennapokban Bence neked például sokkal jobb ezáltal tanítani? Hát nekem azért jobb, Judikó említette az előbb, hogy ezek után, az órák után, ugye a gyerekek kérdezgetik, hogy mikor lesz még ilyen óra. Az én tapasztalatom az, hogy amikor már szünetben azt látják, hogy én készülök egy ilyen órára, tehát már akkor teljesen máshogy viszonyulnak, hogy hú de jó, megint ezt fogjuk csinálni, amikor látják, hogy már tologatjuk a padokat, előkerülnek ugye a feladatkártyák, és ezt nekem mindenképpen könnyebbé teszi a munkámat. Én is motivált leszek, tudni fogom azt, hogy azok a tanulók is be fognak kapcsolódni az órába, akikkel egyébként problémáim lehetnek nekem is, vagy esetleg küzdök velük, mert nem akar odafigyelni, nem kapcsolódik be, nem olyan jó a teljesítés, ezért nehéz nála sikerélményt elérni. Viszont, hogyha így ezzel a módszerrel kezdem az órát, akkor ilyen kételyek nem merülnek fel bennem. Tehát
ha tudom, hogy jó az óraterv, és hogy az osztály is megszokta ezt a módszert, akkor szinte biztos vagyok abban, hogy ez most is simán fog működni, és jól sikerül az óra. Azt lehetett már tapasztalni, hallottuk több helyről, a gyerekektől, és amikor forgattunk mondjuk velük egy-egy beszélgetést, hogy azt mondják, hogy nekünk azért jó a mi iskolánkban, mert nem kell tanulni, hanem csak játszani kell. Ez tapasztalható, hogy ők ezt így élik meg? A tanórák 10%-a DFHT képes óra, és ezeken az órákon van az, hogy csoportmunka, a csoportmunkában ugye egymással együttműködve alakul ki a csoportfeladat, és ahhoz kapcsolódik az egyéni feladat. És arra nagyon oda kell figyelnünk természetesen, hogy az egyéni feladatok olyanok legyenek, hogy azt minden tanuló meg tudja csinálni, és ezáltal minden tanuló egy egyéni sikert él meg, sikerélmény, meg tudom csinálni, jó vagyok, én is, nekem is van olyan feladat, amit meg tudok kifogástalanul csinálni, és ez a nagyon fontos, hogy napi szinten sikerélményhez jusson tanuló is, meg pedagógus is. Az összes beszélgetés során, ami intézményvezetőkkel történik, a jövőben, illetve ami az előző adások során is megtörtént, azt kértem, hogy mondja mindenki, hogy mik azok a gondolatok, amiket mondjuk önmagának elmondana, hogyha visszamenne az időben, és azt mondaná, hogy na ezért indulj el ezen az úton, és ezért vállalt ezeket a nehézségeket, esetleg konfliktusokat a többi pedagógussal szemben, hiszen ezért éri meg. Mit lehet elmondani, mik ezek a dolgok? Hát én azt mondanám, hogy gondolja át mindenki, hogy érdemes-e a hagyományos módszerekkel, a 30-20 évvel ezelőtti módszerekkel tovább kínlódni, vagy érdemes belevágni valami újba, és ez egy komplex rendszer, tehát ezt azért ajánlom én mindenkinek, mert itt a tanórai foglalkozások, az arra épülő délutáni alprogrami foglalkozások egy komplex rendszerben vannak, komplex személyiségfejlesztés folyik, és igenis már egy év után is, de főleg így két év után is elmondhatom, hogy van eredménye. Sokkal jobban tudnak a tanulóink együttműködni, sokkal jobban tudnak kommunikálni, javul a tanórán belüli hangulat, fegyelem, és a pedagógusokkal szembeni viselkedés is. Hiszen az a pedagógus, aki bevállalja ezt, hogy képes órákra felkészül, teljesen másképp néznek a gyerekek arra a pedagógusra, egy polccal följebb kerül a tanulók szemében, és sokkal fegyelmezettebbek, sokkal inkább szót fogadnak ezeknek a pedagógusoknak. Én még ez annyit fűznék hozzá, hogy azért próbálja ki mindenki, még az is, aki szkeptikus. Egyébként zárójelben megjegyezném, hogy én is az voltam, egy kicsit ilyen a természetem, sajnos. Azért próbálják ki, mert veszíteni valójuk nincs. Tehát, hogy ugye a magyar mentalitás az átlagosan ilyen, hogy ami új, azt egy picit úgy félretoljuk magunktól, de ki kell próbálni, mert maximum azt mondja rá az ember, hogy nekem ez nem tetszett, ebben én nem tudok, ezzel én nem tudok azonosulni, de általában a legtöbb esetben azért, aki tényleg igyekszik, és oda teszi magát, annak biztos a sikerélmény, tehát szinte garantált, hogy jól fogja megélni ezt a programot, meg ezt a módszertant, úgyhogy el kell kezdeni. Beszélgetésünket akkor én azzal a gondolattal zárom, hogy bebizonyosodott, hogy mind boldog pedagógus, mind pedig boldog diák létezhet az iskolában. Erre élő példa a Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza tagiskolája. Nagyon szépen köszönjük a munkát, a mindennapi munkát, és további sok sikert kívánunk, és természetesen jó egészséget. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális Élmény Suli című magazinműsorunk. Reméljük, hogy élvezték, hiszen olyan témákat boncolgattunk olyan emberekkel, akik a mindennapokban érzékelik ezt. Bízunk benne, hogy olyan intézmények is jelentkezni fognak, akik eddig még nem találkoztak a Komplex Alap programmal. Mindenkinek jó egészséget szeretnénk kívánni, vigyázzunk egymásra, a viszontlátásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.